ősz túl közel van, mozgás! Áttörő van az közelben! Igen, mama! Sose jutunk fedezékbe, jobb lenne? Nem, menjünk tovább! Maradjatok előttünk! Királynőnk nem hagyja, hogy elpusztítson meg minket! Ötlányból egy fasz, tűzött nézi ágja éjjel, más levegőben cimborál. Van köztük egy, ki vízzel játszik elvarázsol, aki bőned is kurál. Indulj, nyom most, majd gyorsan eltűz, menjünk együtt. A víz, a szív erő, és megvan. P, mint protektorok. Na jó, szóval a mama bíró, de azért nem csak börtönbe, mert találkozunk. Remélem. Csak nem akarlak megint bajba keverni. Nigel, csak sushit eszünk. Mi baj lehetne ebből? Senki nem mozduljon, akkor nem esik bajotok. Jerry, a maszkod. Hups, bocs, Leslie. Nem mondd ki a nevem. Pisztát kiüríteni. Különben... Különben? Különben mi van? Hidd el, jobb, ha nem tudod. Nem, én nem! Haver, előbb a pénzt, aztán elájulhatsz. Haver? Igen, biztos úr, egy nő és egy férfi. A sushi hercegnőben a negyediken. Te, szemüveges, kivel beszélsz? Ne merd bántani! Ez meg mitől indult be? Talán annyira tüzes a zseni agyad. Hogy kell kinyitni ezt a vacak ízét? Én tudom. Tyranny? Anya azt mondja, mindig együtt kell működni. Hé! De én nem hallgatok anyára. Hé! Add ide! Add vissza Leslie-nek a símaszkját! Jerry, mondtam, hogy ne mondd ki a nevem! Ha Leslie-nek annyira kell a maszkja, akkor adod a tiedet. Engedd el! Ne engedd el! Mi a csuda folyik itt? Azt mondták, rablás van, nem kajadobálás. A zsaruk. Szép. Tartóztassa le őket! Ezek haltolvajok! Micsoda? Nézze rájuk, masz van náluk! De hiszen mi telefonáltunk? Majd a kapitányságon tisztázzuk. Micsoda szag! Tudtam, hogy ez a fiú csak rosszat csinál. Elcsalogat az akaratom ellenére, és bűnözővé tesz. Az én kislányom rabló. Jaj, ne. Mi lesz, ha a saját lányomat kell elítélnem? Nincs vád, bírónő. Kihallgattuk a tulajdonost. Kiderült, hogy ők ketten teljesen ártatlanok. Irgalmas szamaritánusok. Segíteni akartak. Ó. Szörnyű hibát követtem el. Én csak egyszerűen meg akartalak védeni. Elnézést kérek, tényleg. Nigel, tőled is. Azt hiszed, bocsánat kéréssel el van intézve? Az is baj, hogy sosem adtál lehetőséget Nigelnek. De hogy gondolhattad, hogy én? Azzal a maszkkal és a hal. Nem állok veled szóba többé. De Tyranny! Parfümöt használsz? Ó, de makrélát! Agyaslány illata finom! Hát persze, előbb kellett volna összeraknom. De mikor Nerissával voltam, ő és Halinor szolgaságban tartották Cassidyt. Úgy tűnik, az a legújabb játék, ahogy volt őrzőket gyűjt. Már csak Kadma és én maradtunk. Kadma? Igen. Ő kicsoda? A föld egykori őrzője. Most a Zamballán van. Zamballán, igen. De az meg hol van? Zamballa, a lila bolygó. Egy más dimenziójú dzsungelvilág. Valamikor mi mentettük meg Zamballát Phobos támadásától.
Kadma vezette a támadást, és a helyiek olyan hálásak voltak, hogy felajánlották nekik Zamballa szívét, és megtették királynőjüknek. És ő ott maradt? Igen, miután a tanács felemelte a fátylat, azóta nem láttam. Figyelmeztetni kell Kadmát, lehet, hogy ő Nerissa a következő célpontja. Ez a végszavunk. Őrzők, egyesüljünk! Mama! Támadás! Nem láthatatlanok! Visszavonulás! Mama! Alaposan átvert, be a dzsungel mélyére, majd megtalállak! Ha marad belőle valami... Ironwood! Nincs más választása, csak a hibernálás! Lehet, hogy sosem ébredne fel! Vagy ez, vagy elég! Bob Breaker, idézd meg az álompajsodat! Igen, mama! Most már semmi nem árthat neki! Elmondhatjátok ugyanezt, mocskók! Kadma királynő! Őrzők, be a dzsungelbe, futás! Bookbreaker! Ezért megfizetnek a mocskolók! Az biztos! De előbb meg kell ismerned az előtted álló gonosz. Halinor! Zamballa. Ki tudta, hogy ilyen sok lila árnyalat van? Otthon nem volt épp este? 12 óra a különbség. Súlyos utazási betegséged lehet. Mi ez a sok bogár? Azt érzik, amit Blanki is. Nyámi. Nem vagyok büszke. Ott vannak! Támadás! Hogy kell dühös tömeg ellen harcolni, de egy dühös kert ellen? Nem harcolunk, távozunk! Gyorsan! Nagyon büdös lehetek, nem érzem azt a hangot. Semmi baj, agyas lány elég szagos kettünk helyett is. Mivel a fátyol lehullott, reméltük, hogy újra látjuk régi társainkat. Jobb lenne kellemesebb körülmények közt, drága barátom. De figyelmeztetni akarlak Jan Lin miatt. Jan Lin miatt? Kellemetlen dolog, tudom. De Kandrakar szíve megrontotta őt. Ahogy egykor megrontotta Nerissát is, Jan Lin új őrzőket gyűjtött a szív erejével. Ők hajtják végre az aljas tervet. Vagyis itt kóborolnak a dzsungelben, és megtámadják alattvalóinkat. Azt hittem, az alattvalóid megvédik önmagukat. Az álom pajsa. Veszélyes végső menedék. A hibernálás esetén fenyeget a kiszáradás veszélye. Vagy még rosszabb. Az Zamballaiak úgy néznek ránk, mint védőjükre. Igazságot szolgáltatunk Jan Lin őrzőinek. Erre esküszünk. Nem állnak meg! Mindenütt ott vannak! Nincs más választásunk! Először megtámadnak, most meg nem is tudom, mit csinálnak, de elég ijesztő fák ezek. Emlékeim szerint a Zamballák békés, vendégszerető nép. Itt valami baj van. Állj! Ezek a járkáló beszélőfák a helyi lakosság. Csak tudnám, mi ez a gyűlölet első látása. Mi van bennünk, amit ezek a jó fickók nem az, értenek? Az, hogy feldújjuk a dzsungelt. Szóval ez az. Varázsige segítségével megszemélyesítenek minket. Ezért haragszanak ránk. Kívül valaki Nerissa vibrálását. A Kandrakar szíve megmondja.
menjen a leleplesztek. Tridárt! Szétválna! Tájrani, várj! Nem, én nem bírok többiet elviselni egy nap alatt. Úgy látszik, mi is szétválunk. De párosával. Jó terv. Blank nem szeret egyedül. Ma... Ne... Zamballa szíve, terjeszt szét az erőt a földünkön. Segíts meghallani minden hű alattvalót, hogy elmondják, hol találják Yanlin őrzőit. Van valami? Mit kerestek? Újabb áldozatot? Kadma vagy, igaz? Neked Kadma királynő, te bűnöző! Magának Miss Krint kisasszony királynő! Bocsánat, felség. Megértjük, miért haragos ennyire. De hé, mi ez a hirtelen dáma csüllyedő érzés? Na jó, nézze, nem mi vagyunk az ellenség. Hogy bizonyítsam, nem fogok harcolni. Will, a diplomatikus megközelítés nem válik be! Az egyik szónok nyugszik, a másik támad. Milyen is számítható. Sokat kell tanulnod, földi őrző. Mi? Nem is én kezdtem ezt a botanikai leckét. Nem, te csak el akartad terelni a figyelmet, amíg a bűntársaid támadnak. Szállos! Téged becsapnak, Kadma? Nerissa és a lovagjai nagyon értenek az átejtéshez. Halinor figyelmeztetett, hogy megpróbáltok becsapni. Halinor Nerissa szolgája lett, te eszement. Úgy se hiszi el, Nagyi. Éjjön! Szóval, Yanlin! Ez a te kis unokád? Kár, hogy nem kaptál jobb példaképet. Megtört az erőd, Yanlin. Már csak az egyik őrző marad. Az, amelyik a legnagyobb kárt okozta. És szenvedni fog érte. Mi? Két tűzőrző van. Mit jelent ez? Azt, hogy véged. Azt mondta párosával, de Blankot senki nem akarja párnak. De a jószag elvezeti Blankot az agyas lányhoz. Ismerd csak be! Te gyújtottad fel az egész dzsungelt! Téged ismerlek, de ki vagyok én? Blank nem látja a különbséget, de megérzi a különbséget. De nem szöghettetek meg. Hogy vitatkoznánk ezzel? Valamit rosszul csinálok. Én bőr a tűz teremtménye, de ha nincs hő, amiből táplálkozom. Elég! Elvestem a tűzet! Te nem agyas lány vagy, túl tiszta a szagod. Szállj le rólam, te kis korcs! Hiába hízelex!
Segítség, kell keresd meg a többieket! Bank indul! Gyerünk! Pusztítsátok el! Én meg ráveszem az ambalaiakat, hogy adják át a szívet! Te segítesz nekünk? Jé, ők a rosszak, mi meg a jók! Akkor ők nem is őrzők, ugye? Hát jó, kár tovább pocsikolni a varázserőmet. Te vagy az Nerissa. Jaj, Kadma, siess! Meg kell találnom a barátaimat. Bebörtönöztük őket. Micsoda? De nem kell ide segítség. Nem kell ide segítség, csak a tévedés beismeréséhez. Majd elfelejtettem, a haragtól erősebb leszel. Én buta. Látni a hibát. Nerissa, állj! Add nekem a szíved, Kadma, és megmarad a drága dzsungeled. Kivágyő nem adni. Blankhoz segítség. Blank remél. A macskoló közül való. Elkapni. Zambalánok, ezek a mocskolók. Őket kapjátok el. Na, kinek az élete a kérdés? Talán távoznunk kéne, de előbb adok valami emlékeztetőt. Ember! Előbb Bowbreaker, most Ironwood. Azt hiszem, megreped a törzsem. Ő lenne... Életben van, de lehet, hogy sose ébred fel. Biztos tudunk segíteni rajta. Nem fog nekik sikerülni. Alábecsülöd őket. Haylin, kezd el a gyógyítást. Először a hűvös szél, hogy érezze, elmúlt a tűz. Aztán szelíd eső, hogy érezze a töltekezést. Jól van, te jössz. És ha eltévedsz, csak kövesd Corneliát, jó? A dzsungel meggyógyult, de nem tudjuk felébreszteni Ironwoodot. Talán egyesével nem, de ha együttműködünk, akkor... Kérlek, királynő! Próbáljuk meg. Nyisd meg az elméd, hallgasd a föld természetes gyermekeit. Hallgasd Ironwood hangját. Bowbreaker, ébredj! Bowbreaker! Sikerült! Hallok valamit? Igen. Igen. De olyan gyenge a hangja. Gyenge az életereje. Azon segíthetünk, Will. Quintessencia. Sikerült! Visszahoztuk Ironwoodot, és nem sokára visszahozzuk Bowbreakert és a többieket is. Elég egy sima köszönöm. Ha ő feleségén múlt volna, Ironwood még mindig a fakómában lenne, mi pedig a ketrecekben. Na de bocsánatot kért? Nem, ugyan. Ez Kadma védőpajzsa. Mindig nehezére esett elismerni a hibáit.
Ha nem ismeri be őket, úgy érzi, sose történtek meg. Éjfél van, Tyranny. Tudom, anya, és nagyon sajnálom. Elkövettem néhány hibát. Nem lett volna szabad a tudtod nélkül belopóznom. El kellett volna hoznom Nigelt, hogy láthasd, milyen rendes gyerek igazából. Én is rájöttem valamire. A bűnözők elítélése nem a legjobb felkészülés arra, hogyan bánjak a jókkal. Például a lányommal. De ne várd, hogy ne akarjalak megvédeni, Tyranny Cook. Az anyád vagyok, ez egy életre szóló állapot. Ki fogom bírni? Szóval, Nigel? Két feltétellel. Egy, legközelebb együtt vacsoráztok, itthon. Na és a másik? Azonnal felmész és megfürdesz, kisasszony. Büdös vagy! Magyar hangok. Nemes Takács Kata, Simonyi Piroska, Dögei Éva, Roatis Andrea, Tamási Nikolett, Vági Viktória, Bókai Mária, Pálmai Szabolcs, Breyer Zoltán, Láng Balázs, Gruiz Anikó. Magyar szöveg Szent Miklósi Ágnes, hangmérnök Házi Sándor, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Vági Tibor. A szinkront a Jetix megbízásából a Digital Media Services készítette.